Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Székely Sándor képviselő úr, független képviselő. Önnél a szó, képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az elmúlt 2-3 hét bizottsági munkái egy kicsit elbizonytalanítottak abban a kérdésben, hogy érdemes-e egyáltalán a költségvetéshez hozzászólni, hiszen volt szerencsém a bizottságokban végignézni, ahogy a kormánypárti képviselőtársaim szemrebben és nélkül szavaznak le bármilyen ellenzéki javaslatot vagy felvetést. Legyen szó az arról, hogy mondjuk nem kellene Pécs mellé atomtemetőt építeni, vagy hogy legalább a kisgyermekes családokat óvjuk meg attól, hogy kilakoltassák az utcára, de még azt az ellenzéki javaslatot is sikerült leszavazni, hogy legalább azt nézzük meg, hogy a kilakoltatások hatására hány kisgyerek kerül, vagy hány gyermek kerül állami gondozásba, hiszen erről sincsen tudás. És ezt az önök, tehát a kormánypárti képviselők gyakorlatilag tényleg szemrebben és nélkül szavazzák le, bár néha elismerik, hogy igazunk van, de ők akkor is leszavazzák. És hát ilyen körülmények között ugye hát nehéz azt gondolni az embernek, hogy érdemes beszélni, de hát mivel amikor mi itt beszélünk, akkor azt azért nézik mások is, és nem csak önök, ezért nyilvánvalóan természetesen hát arra jutottam, hogy muszáj megszólalni, és nyilvánvalóan természetesen az ellenzék összes többi tagja is el fogja mondani most is, és a jövőben is a véleményét önökről, és ennek azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb meg is lesz a foganatja, hiszen nem lehet arról nem beszélni, hogy míg önök arról beszélnek a költségvetésben, hogy költségvetési vitában Varga Mihály pénzügyminiszter úr is, hogy itt fantasztikus növekedés lesz, ezt minden évben elmondják, de őszintén szólva ugye ezt ez a nép, ez a magyar nép ezt nem feltétlenül érzi, ez a költségvetés is a felső 100 000-nek a költségvetése, és hát őszintén szólva a többi magyar embernek ez olyan túl sok jót nem ígér. Csak úgy, mint a eddigi költségvetések hatására sem, ebből a költségvetésből sem olvasható ki, hogy hogy lesznek például érdemben jobbak a magyar bérek. Mindig elmondják önök, hogy mennyit nőttek a bérek az elmúlt 9 évben papíron, és persze tényleg technikailag nőttek is. Egy dolog nem nőtt, az a béreknek a vásárló értéke. Az Európai Unióban hiába rázza a fejét, kedves képviselőtársam, ugye azt tudjuk a kimutatásról, hogy az Európai Unióban vásárlóérték árban a magyar kereseteknél csak a bulgárok rosszabbak. Tehát itt tartunk, hogy Magyarország az utolsó előtt lett az Európai Unióban ebben a tekintetben. Ugye tényleg hát most már közelítünk oda, nyilván nem tartunk még ott, de most már közelítünk oda, hogy nem csak egy új lakás vagy egy lakásvásárlás fog elképesztő gondot okozni a magyar dolgozóknak, hanem magyar átlagembereknek, hanem lassan már egy paprikás krumplinak a megcsinálása is, hanem a krumpli ára is teljesen elszabadultak. Nyilván ez egy túlzás, de azért jól jellemzi azt, hogy a élelmiszerárak elszabadultak, a bérek viszont sajnos nem szabadultak el, azok nem nőnek, főleg nem a vásárlóértékük. Muszáj elmondani azt is, hogy ahogy a bérek nem nőnek, úgy ebből a költségvetésből sem olvasható ki, és az se látszódik, hogy az iránya meg lenne, hogy a nyugdíjak nőnének. Ugye mindig elmondják önök, hogy úristen, mi történt itt 2008-2009-ben a válság alatt, csak az elmúlt 9 évben nem volt válság, és önök mindig a szemére hányják az előző kormányoknak, hogy azok bizony elvették a 13. havi nyugdíjat. Én meg kérdezem, hogy akkor önök az elmúlt 9 év elképesztő gazdasági fejlődése következtében, amit önök szerint van, akkor miért nem adják vissza a 13. havi nyugdíjat, vagy legalább miért nem emelnek? Igen. Hát ezt valahogy nem érzékelik ezt az átlag emberek, hiszen még mindig ott tartunk, hogy majdnem 1 millió embernek van 100 000 forint környéki nyugdíja, nem több, hanem annál kevesebb. Ugye nem kell magyaráznom, de lehet, hogy önöknek kell magyaráznom, hogy mit jelent ma 100 000 forint Magyarországon. Hát nem túl sokat. Azt is muszáj elmondani, hogy az egészségügy, ami hát ugye éppen hogy csak van Magyarországon, reform készült itt egy 10-12 éve. Nem tudjuk, hogy ez a reform mit hozott volna, azt tudjuk, hogy azóta nem történt semmi. És azt látjuk, hogy az állami rendszerek leépülnek, és
nyilván a magánrendszerek meg épülnek föl, csak akkor minek fizetnek a magyar emberek társadalombiztosítást, hogyha bármi bajuk van, akkor el kell menni egy magánintézménybe. Nem tudok más mondani, kénytelen vagyok elmondani édesapám példáját, 80 éves ember, tavaly novemberben prostatával kellett volna megműteni, de nem kapott időpontot az országban, nem Budapesten, az országban, ezért másfél hónapig volt bekatéterezve, majd megműtötték, utána kiderült, hogy mégiscsak van valami baja, ezen kívül is, talán rákos, de nem nagyon sikerült megalapítani ezt pontosan, hiszen nem kapott időpontot a kórházba, ahova mennie kellett volna, mert rossz volt a gép, ami megvizsgálta volna az ő állapotát. Majd miután másfél hónap múlva megjavult a gép, kiderült, hogy nincsen hozzá megfelelő anyag, amivel meg tudnák vizsgálni, ezért el kellett menni Debrecenbe, egy 80 éves emberről beszélünk, el kellett menni Debrecenbe azért, hogy ezt a vizsgálatot el tudják végezni. 7 hónap telt el ez alatt. Én azt gondolom, hogy ebben az egy történetben benne van a magyar egészségügynek az összes abszurditása. És még egyszer mondom, ugye ez az eset Budapesten történt, ami állítólag egy világváros, és elképesztő módon fejlődik. Aztán ugye arról is beszélnünk kell, hogy ma Magyarországon egy átlag embernek, nem olyanoknak, mint akik mi például itt ülünk ebben a házban, hanem az átlag embereknek, akiknek a fizetése ugye átlagos, tehát Magyarországon ez azt jelenti, hogy valahol 650 eurót keresnek. Szóval a lakhatás az egy egészen elképesztően nehezen megoldható probléma. A lakást vásárolni ma ugye nyilván csak hitelre lehet, hiszen az átlag embereknek nincsenek ilyen megtakarításai, de hát lassan már hitelre sem, hiszen egész egyszerűen 20-30 millió forintokat kell fölvenni ahhoz, hogy egy normális lakást meg lehessen venni Budapesten, vagy a vidéki nagyvárosokban is. A kisfalvakban persze hozzá lehet jutni pár százezer forintért is, csak hát ott meg nincsen munka, így ugye ez egy nagyon nehéz ügy. Az albérletárak pedig szintén elszabadultak, már ott tartunk, hogy két embernek a fizetéséből, hogyha albérletben laknak, akkor az egyik fizetés az elmegy a lakhatásra csak, másikból kell megélni. Ne csodálkozzanak akkor, hogyha ebből nem fog túl sok gyermek születni. Ugye tavaly született az egyik, tehát tavaly született gyermekek száma az egyik legkisebb az elmúlt időszakban. Értem, hogy fantasztikus a családtámogatási rendszer, de úgy tűnik, hogy valahogy nem működik. Nem születnek gyerekek Magyarországon, és hát azt gondolom, hogy ez biztosan nem jó. És ez a költségvetés nem mutat olyan irányt, hogy ez változna ebben a dologban. Aztán muszáj beszélni arról is, persze természetesen beszéltek róla más ellenzéki képviselők is, hogy önök az oktatást is sikeresen, hát nagyon furcsán, mondjuk úgy, hogy tönkre teszik, én azt hiszem ezt el lehet mondani. Ma úgy áll a helyzet, nagyon egyszerűen, nyilván ezt akár órákon keresztül is lehetne mondani, de én nem vagyok oktatási szakértő, de azért kívülről ez úgy látszódik, hogy ma akinek van pénze, vagy szerencsés családba született, annak van lehetősége jó oktatásra, aki egyszerű dolgozó, vagy átlagember, annak valamilyen oktatás, egy-egy romló oktatási környezetben van, de jaj annak, akinek esetleg nem a középosztályba, a lecsatlakozó középosztályba tartozva születik, hanem az alá. Jaj annak, mert ő olyan oktatásban részesül, ami hát nem nagyon a tudást, újra termeli azt a szegénységet, ami Magyarországon egyre terjed, és újra termeljük azt a másfél-két millió embert, aki tényleg máról holnapra ér, és ebből az oktatási rendszerből nem is tűnik úgy, hogy bármikor is kitörhetnének ezek az emberek. És hát ebben a költségvetésben se tűnik úgy, hogy elindulna valami ezzel kapcsolatban. Muszáj arról is beszélni, hogy ugye mindannyian tudjuk, itt is elhangzott a pár hozzászólásban már itt előttem, hogy klímaváltozásban vagyunk. Hát ez nem egy új hír, ez az elmúlt 10 évben is már egyre nyilvánvalóbb, ugye a bőrünkön érezzük szó szerint, egyre melegebbek a nyarak, egyre kiszámíthatatlanabbak az évszakok. És hát őszintén szóval is semmilyen konkrétumot nem látok arra nézvést, hogy Magyarország mit kíván tenni azért, hogy mondjuk öntözésre átálljon. Magyarországon a mezőgazdaságot alig van öntözés, nincs terv arra, hogy hogyan lehetne Magyarországon az öntözést kibővíteni. Ez van terv, de nem látszódik a megvalósítás. Ugye már régeség felvetült annak a lehetőség, hogy a Duna és a Tisza között kellene csatornát építeni, és még rengeteg más ötlet is van a vízgazdálkodásnak a megoldására, de én nem láttam ennek nyomát a költségvetésben. Sorolhatnám napestig egyébként ezeket a problémákat, de
nem szeretnék úgy tűnni, mint aki mindenhez ért. Minden esetre az egy problémás dolog, hogy amíg az elmúlt 9 évben mindannyian tudtuk, hogy ide ömlik az uniós forrás, és valóban volt egy szerencsés helyzete Magyarországnak, hiszen még a megelőző időszakban egy gazdasági válság volt, amíg az elmúlt 9 évben egy nagyon erőteljes gazdasági fejlődés volt, és hát hogyha ebben a 9 évben nem sikerült ezeket az ügyeket megoldani, akkor nagyon félő, hogy mi fog történni a elkövetkezendő időszakban. És hát látszódik is, önök is elkezdték mondani, hogy gazdaságvédelmi lépéseket kell tenni. Nagyon kétséges, hogy ezek a gazdaságvédelmi lépések meg fogják-e védeni azokat a nagyon szerény eredményeket, amiket az elmúlt 9 évben elértek önök. Minden esetre, hogy ne csak a problémákat soroljam, és pár megoldást is mondjak, kollégáimmal készítettünk pár javaslatot. Engedjék meg, hogy ebből 3-at itt elmondjak. Természetesen a számítások is készen vannak, bár pontosan tudom, hogy ezeket önök úgyse fogják elfogadni. Szóval javasoljuk azért, hogy ez a költségvetés ne ennyire a gazdagokat és a multikat támogassa, hanem egy kicsit szolidális legyen a lakossággal. Szóval javasoljuk, hogy a 200.000 forintig SZIA-mentessé tegyük a béreket, akár több lépcsőben, legfeljebb 4 év távlatban, így biztosítva a versenyképes fizetés, ami megállítja az elvándorlást, és valóban megalapozza a gyermekek számának a növekedését. Ez indulásnál kb. 600 milliárd forint kiesés jelent, melyet 2 új kulcs bevezetésével lehet kiegyensúlyozni, 500.000 nettó felett 20%, 1 millió felett pedig 25% SZIA-val. Javasoljuk, hogy a nyugdíjakat 5%-kal általánosan emeljük meg, az inflációt és a bérnövekedést figyelembe véve a minimál nyugdíjat 40.000 forinttal, 500.000 felett inflációs kulcssal 3,8 és 1 millió felett pedig 0%-kal. Ez nyilván nem oldja meg természetesen a magyar nyugdíjrendszer nyomorúságát, de legalább valamit enyhítene ezen. És hát javasoljuk, hogy a hosszú távú zöld költségvetés létrehozását, hogy a problémákat hosszú távon tudjuk kezelni. Ezért azt javasoljuk, hogy a 20 éves klímavédelmi stratégia kidolgozására szálljunk 2 milliárd forintot, illetve a klímavédelmi pályázati alap létrehozását, ami 5 milliárd forint lenne. Ez lett volna az én hozzászólásom, de amikor itt ültem, akkor Simicsko István a KDNP volt hadügyminiszter és jelenlegi országgyűlési képviselője. Ő hosszasan beszélt arról, hogy mennyire fantasztikus dolog, hogy a magyar honvédséget fejlesszük. Én ebben nem feltétlenül mondok neki ellent, én voltam katona, én még a sokkötelességről is azt tudom mondani, hogy ha ez normálisan van csinálva, mondjuk egy svájci vagy egy német példával, akkor az rendben van. De annak örülni egy keresztény demokrata képviselőnek, hogy a magyar honvédséget védekezőről, támadóról állítják át, ismervén a magyar történelmet, és amennyire, hogyha ön volt hadminiszter, akkor pontosan tudja, hogy milyen beszerzések zajlanak a magyar honvédségnél. Helikoptereket veszünk, tankokat veszünk, önjárólövegeket veszünk, mosolyokat uram, de őszintén szóval ez azt jelenti, hogy a magyar honvédséget valamilyen oknál fogva arra készítik föl, hogy ne védekező állásban legyen, hanem támadó állásban legyen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon messze van attól a keresztényi elvtől, ami ugye azt gondolom, hogy mindannyiunké is lehet, hogy ugye nem akarjuk bántani a másokat, és a felebarátainkat inkább szeretjük. Úgyhogy én nagyon aggódom emiatt az ügy miatt, főleg, hogy ön elmondta azt is, hogy ez 10 éves távlatokban van, és hogy így fogjuk fejleszteni a magyar honvédséget. Én ezt nagyon sokkal jobban örülnék, hogyha ezt a pénzt egyébként tényleg másra szánnánk, de hogyha már ennyi pénzt kell ölni a honvédségbe, akkor azt nem arra költenénk, hogy támadó fegyvereket veszünk, hanem arra költenénk, hogy olyan csináljuk a magyar honvédelmet, ami magyar állampolgárokat megvédi, és a környező országokkal kooperatív. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen, képviselő úr.